Jó reggelt, 8 óra, 8 perc, inkább már 9 szeretettel köszöntöm Önöket. Annyira komor és komoly témáink vannak ma reggel, gondolom adjunk egy picikét a bulvárnak itt a következő beszélgetés elején, és Muck Andor, a szociáldemokraták elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok! Hallom, olvasom, hogy nyősülni készül. Gratulálhatok? Hát, még nem, mert még nincsen egy igen. De hát várunk rá. Tehát egy oldalról egyelőre a dolog? 50%-ig már jók vagyunk. Az én kedvesemmel van egy ilyen játékunk, hogy minden héten én megkérdezem, mert hogy amikor először feltettem ezt a kérdést tavaly novemberben, akkor azt mondta, hogy jövő héten megmondja. És azóta minden vasárnap még egy hetet kap. Melyikük unja meg hamarabb? Hát én kitartó vagyok. Érdemes érte várni. Boldog születésnapot jut eszembe, mert az is most volt. Ebből az alkalomból volt egy rendezvény, amely rendezvényt aláírásgyűjtésre is használta. Nem, aláírásgyűjtésre... ebből az alkalomból nem volt nem aláírás. Volt? Nem. Ebből az alkalomból az volt, hogy születésnapi parti helyett 500 nehéz sorsú embernek osztottunk ételt. És nem voltak ott az évek? Nem voltak ott, mellett? Nem voltak ott az évek. Hétvégén volt egy rendezvény, ahol közel 3000 voltak, ugye ez a Békesziget elnevezésű rendezvény, amit szépkorúaknak szerveztünk immáron 4. éve. Ott voltak ajánló ívek, sokan is adták, közel 900-an adták az ajánlásukat csak ott. De hiába. Igen. Igen, hiába, amiért azt gondolom, hogy azon kívül, hogy Fürst Izabella elnézést, nekem is elnézést kell kérnem. A helyzet a következő. Tegnapi nap folyamán volt egy közös elnökségülés a Nőszövetséggel, ahol értékeltük és örömmel konstatáltuk, hogy az 1499 ajánlólapon több mint 6000 név szerepel. Ekkor Izabella tájékoztatott minket egy dologra, ami politikai hiba, ami egyébként, ahogy mondani szokás, nem javítható. Egy dolog, ami politikai hiba. Igen, igen, egy hiba. És ezek de után, mi ez a dolog? Ezt október 12 után megmondom. De addig miért nem? Hát azért most visszaléptette, már mindegy. Nem mindegy, mert azt gondolom, hogy vannak személyes érdekek is, leginkább a főpolgármester jelölt, volt főpolgármester jelölt személyes érdekei. Elkövetett egy hibát, nagyon korrektül ugye a videóüzenetében is elismerte ezt a hibát, és tudomásul is jó döntésnek vette, hogy nem megmondtuk a támogatást. Nem szólt valamiről, ami kizárná a versenyből? Október 12 után nagy örömmel fogom én ezt elmondani, hogyha erre ő felhatalmaz. Ne találgassak tovább, fölösleges, nem mondja meg. Úgy sem fogom megmondani, mert így korrekt. Viszont ugye nekünk két lehetőségünk volt. Az első, hogy veszélyeztessük az egész kampányt, illetve azt a több száz önkormányzati képviselőjelöltet, aki szociáldemokrata színekben vagy támogatással indul, hogy mi van akkor, ha kiderül, egy ilyen demokrész kardjaként megyünk végig a kampányba. Ez egy nagyon súlyos támadási felület lett volna az egész kampányra? Igen, igen, igen. És ugye ebből kifolyólag egyetlen jó döntést hozhattunk, hogy mi a Izabella vállalta a felelősségét ennek a dolognak, nekünk egy lépést tehettünk, hogy ne veszélyeztessük a kampányt és azt a programot, amit elindítottunk, hogy meghoztuk ezt a nehéz döntést. Itt a legnehezebb döntés nem az volt, az is nehéz, hogy személyesen egy hölgynek, aki egyébként felkészült, okos és rátermet azt mondani, hogy megvonjuk a támogatást, hanem a legnehezebb kérdés az, hogy annak a több mint 6000 embernek megértetni majd, hogy köszönjük, hogy támogatta, támogassa a szociáldemokratákat, de így az aláírása igazából nem ért semmit. Tehát ezért nekem csak elnézést lehet kérnem. De azt gondolom, hogy sokkal korrektebb ezt tenni, mint hogy utána, mit tudom én, egy-két héten belül attól lenne a dolognak a súlya, hogy akkor magyaráznánk valamit, ami egyébként magyarázhatatlan. Azon gondolkodom, és hát ez igazából nem a Magyar Szociáldemokrata Szociáldemokraták pártjára vonatkoztatom, hanem úgy általában is, hogy a jelölteket, mielőtt jelöltek kiválnak, a jelölőszervezetek nem nézik meg, világítják, hát nem kének nyilatkozatot tőlük? Mindenféle nyilatkozatot. Ez nem gyakorlat? De gyakorlat kérjük, de mondom még egyszer, ez egy politikai rutintalanságból akadó olyan hiba, ami egyébként az egész kampányt tönkreverte volna. A főpolgármester jelöltek persze nagy súllyal nehezednek rá az egész kampányra, meg az egész október 12-i kiválasztásra, de hát önöknek van jó néhány jelöltjük különböző településeken. Itt többek között én is köszönöm a támogatást, hogy a belvárosban elindulhatok, és kiállhatok amellett a program mellett, ami meg fogja védeni az ott lévő szépkorúaknak a szociális juttatását. Így főpolgármester jelölt nélkül? Mindenféleképpen, hiszen szűkül a médiatér, hát hiszen ez egy lehetőséget jelentett volna, egy sok olyan megszólásból bemutathattuk volna a programot, világossá tettük volna, hogy mi miért mondjuk azt, hogy békére van szükség. Békére van szükség az otthonokban, a városban, és hogy csak a béke fogja legyőzni azt a rendszert, ami most van. Ha erre van két percünk, akkor elmagyarázom. Egy alatt nem fog sikerülni, de békétlenség megpróbálom. Békétlenség van most? Nem, a következő helyzet. Az Orbán Viktor által kitalált, működtetett, Fidesz által létrejött politikai struktúra az emberekből indul ki. Az emberek döntő többsége
nem éli meg pozitívan, mondhatni, csődként éli meg az életét, de ennek a 99%-a nem önmagát hibáztatja, hanem valakit. Tehát vagy a szomszédot, vagy a főnököt, vagy a gyereket, vagy a feleségét, vagy a férjét. Ez egy emberi természet. És erre rájátszva, ugye zseniálisan egyébként bemutatta, hogy nem te vagy a hibás, hanem a bankok, a multik, a nagy cégek, a külföldiek. Tehát mindenki hibás, és ez egy olyan fajta... És majd mi megvédünk tőlük. Egyrészt, másrészt pedig egy konfliktusra épülő rendszer. A konfliktust nem lehet konfliktusra legyőzni. Tehát én csendes szomorúsággal nézem azt, hogy kiállnak színpadra emberek, és ugyanúgy ordibálnak, ugyanúgy takarodnak, ugyanúgy követelnek mindent, ami csak erősíti a konfliktust. Nézzük meg, ugye nem azért, mert az ellenzék olyan boldog, hogy rájött arra, hogy béke kell, hanem amiért ilyen gyenge. A Fidesz önmagán belül elkezdte marcangolni magát, mert az egész rendszer a konfliktusra épül. Ezért mondjuk mi azt, hogy mi ebben nem megyünk bele, nekünk csak ellenfeleink, ellenségeink nincsenek, és az egész program arra épül, hogy bemutassuk, hogy hogyan lehet városban, faluban, településen jobban élni, hogyan lehetne békét teremteni. Mert egy dologgal nem tud mit kezdeni ez a rendszer, a békével. Smuk Andor a béketeremtő kap egy ilyen eposzi nevet majd ezentúl. És hát valami igent kívánok, vagy a választóktól, vagy a mennyasszonyától. Megtisztelő, mind a kettő szerintem összejön. Köszönöm, hogy eljött.